A barátunk a Facebookon. Keresd meg a celebgyárat a Facebookon, és légy a barátunk, mert barátkozni jó. Már megint kitört a botrány. Valakitől már megint hangos a sajtó. Mi meg nem bírjuk ki, hogy ne számoljunk be. Sorry. Jézusom, kiadtatok 8 klipet, és most tanulsz énekelni. Nem azt mondtam, hogy nem tudok énekelni. De nem kell tanulnod énekelni se. Mert az ének az jön belül. Ha van belül zene, akkor az kijön. Hogyha te ennyi múltal, meg zenei múltal azt mondod, hogy az éneken kívül, na 17 aranyemez után azt mondod, hogy az éneken kívül semmi nem számít, nem számít a zene, a szövegek, a harmóniák, akkor... A zene, hát a harmóniákról ne beszéljünk. Megveszem a lemezet, mikor már jó ének. Nem, nekünk egy a gáz, elmondom mi a gáz, és esküszöm. De ez nem a te hibád, mert te úgy érvényesülsz, ahogy tudsz meg mindenki. Itt a túlélésről szól, meg a pénzkeresésről, én ezt tudom. Csak az a lényeg, hogy még olyan emberek vannak, bazd meg, van ilyen kibaszott Deák Bill, nem én magamról nem beszélek. A világ zenei örökségével Stevie Wonder, meg a faszom. Nem, egy világszintű tompulás van. Csak a fetyáknál még mindig tiszta az ének, jó a harmónia, stb. De a többi, az azért mondom, tehát a személyeskedés része az csak a gag. Az kell, az neked is. Az a fasság, az a show business. Mert amikor én szidalmazlak téged, reklámbarok, akkor téged 87 ezer tini megsajnál, és leszopja ingyen a faszodat. Mert én fogom, ha leveszi a zenét, oda megyek énekel, és meghalsz. 11 éves voltam. Anyám rám nézett, és azt mondom anyámnak, muter, vagy benned van a én lapban, néger, én néger vagyok. Azt mondja, te nem vagy néger. Nem mondom, néger vagyok. Mert már kamu angolul így tudom, hogy it's like a jungle sometimes, makes you wanna have a giving of a never-never. Érted? És bennem van a funky. A legnagyobb cigány vagyok ebben az országban. Ez az igazság. És akinek nem tetszik, James Tony is vagyok. És ment a szórakozás. Tehát ez a lényege. Mi van? Mi van? Van még egy ilyen, mint én? Nincs. Leszophat az egész ország.